Nagy tiszteltel köszöntöm a Lícom Televízió kedves nézőit. Befejeződtek a 2017-2018-as különböző bajnokságok itt az első másodosztályban, ami városunkat, intézményünket is illeti. Egyetlen egy kivétel van még ez alól, az EKA, Eger KOK, MB1B-s férfi kosárlabda csapata. A fiúk ma is játszanak még a 9. helyért, erről majd adásunk legvégén fogunk beszélni. De hát ettől függetlenül igaz, amit mondtam, amivel nyitottam a mai adásunkat, valóban a többi helyen már lezárultak a pontvadászatok. Éppen ezért szokásos módon megkezdjük évértékelő beszélgetés sorozatunkat. És hát elsőként a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Eger SBS Eszterházival kezdjük a sort. Tóth Edmond vezetőedzőt köszöntöm a stúdióba. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Pont azon gondolkoztam, hogy mivel kezdjük, hiszen azért egy komplett szezon értékelő beszélgetésbe sok mindent bele is kell sűríteni. Az első gondolat, ami megragadt, egy picit az összehasonlítás. Ugye tavaly 9. helyen zártátok a bajnokságot, idén is. Tavaly volt egy Liga Kupa győzelem, idén az elődöntőig jutottatok. Idén viszont a Magyar Kupában sikerült tovább jutni, hiszen ugye itt a 4. körig ment úgymond az együttes, és hát a Tatabánya búcsúztatta el a csapatodat. Hogy itt az összehasonlítást nézünk? Sikeresebb, vagy nem volt sikeresebb ez a szezon? És tudom, hogy ez egy elsőre rögtön egy nagyon gonosz kérdés. Igen, az nehéz összehasonlítani két ilyen szezont. A tavalyi az előző évhez sikeres volt. Ráadásul bejött ez a Liga Kupa győzelem, ami tényleg első kiírás volt, és egy kisebb szenzációnak számított, hogy sikerült megnyernünk. Viszont az a csapat, ez az állomány nagyon nem változott. Sőt, egy komoly lövőt veszítettünk el, és kevesebben kellett megoldanunk ezt az évet. De úgy gondolom, hogy az őszi szezonunk ehhez képest nagyon jól sikerült. Ott tényleg hamar összeállt a csapat, tényleg nem kellett nagy dolgokon változtatni, mivel ez már egy kész csapat volt, nagyon jól tudtunk beszállni a bajnokságba, rengeteg mérkőzést tudtunk ezzel nyerni, és nagyon jól zártuk az őszt. A tavasz már nem úgy sikerült, de most visszatérve a kérdésedre, a végén ennek ellenére mégis ugyanannyi ponttal zártuk, mint tavaly, és ugyanúgy a 9. helyen zártuk. Egy ilyen ősz után nehéz nagyon sikeresnek mondani a szezon, de összességében a tavalyi évhez viszonyítva szerintem egy jó szezon zártunk. Hogyha valaki a szezon előtt azt mondja neked, hogy ugyanannyi pontot szerezél, ugyanazt a pozíciót éritek el, mint tavaly, akkor azt úgy aláírod? Így látatlanban? Tekintve azt még egyszer mondom, hogy amit te is mondtál, hogy ugye a csapatod az nagyjából azonos maradt a tavalyihoz képest, de hát ebben nyilván az is benne volt, hogy erősítés úgymond nagyon nem volt benne a pakliban. Igen, terveztünk erősítést még nyáron, de úgy alakultak a dolgok, hogy ezek nem sikerültek. Én nem voltam elkeseredve, mert tudtam, hogy ez egy jó csapat, a mi előnyünk az lesz, hogy ez lesz a második. Egy és fél évet már dolgoztunk együtt, ez lesz a második, harmadik év. Biztos, hogy abban tudunk előre lépni. Természetesen aláírtam volna a 9. helyet, megmondom miért, azért, mert egy nagyon kiegyenlített bajnokság. Tényleg a csapatok nagyon egyformák voltak, én úgy gondolom 8-9 csapat itt az alsóházban szinte tényleg a mérkőzések gólokon, nüanszokon múltak, szerencsén. És ezért ezt látva abszolút aláírtuk volna, mert az elsődleges cél mindig a bennmaradás. Az embernek vannak komolyabb céljai, szerettünk volna előrébb lépni, megmondom őszintén, hogy én nagyon szerettem volna a 8. helyet, egy nagyon picike kellett volna hozzá, tényleg az utolsó mérkőzésen egy gól hiányzott, hogy ez meglegyen, nem jött össze, de akkor semmiképp nem könyvelném el kudarcnak, főleg úgy, hogy tényleg egy nagyon jó össz tudtunk zárni. A tavaszunk az sajnos nagyon nehéz sikerült, de hát a sport az ilyen, tehát ezzel meg számolni kell.
Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen külön kell majd vennünk itt a beszélgetésben az ősz és a tavasz, nem csak azért, mert általában véve és külön van véve, hanem a szereplés, az eredmények, a megszerzett pontok szempontjából is ugye mondjuk úgy, hogy tűz és víz volt a két fél év. De hogyha az ősszel kezdjük, az ősz szezonnal kezdjük, és azzal, amit te is említettél, hogy nagyjából ez egy kész csapat volt, nyilván voltak kisebb jövésmenések, De ugye, ha jól emlékszem, hogy a szélső poszton érkeztek. Tehát mondjuk a belső posztokon szereplők, azok már tényleg kelve-fekve ismerték egymást. Hogyan sikerült a nyári felkészülés? Hiszen nagyjából, ahogy említettük, ismerték egymást a fiúk itt, mert egyfajta finom hangolásnak kellett csak megtörténni, amellett nyilván, hogy a megfelelő fizikális állapotba kerüljenek a játékosok? Pontosan ezt jól látod, nem is csináltunk nagyon hosszú felkészülést, igaz, hosszú évünk is volt előtte, hagytam elég pihenőt a játékosoknak, de úgy gondolom, hogy de egy nagyon jó munkát sikerült csinálnunk, mert a fizikális felkészítés mellett ez, ahogy elmondtad, nekünk csak finom hangolni kellett, nem kellett beépíteni embereket, a szélső posztra sokkal könnyebb beépíteni, bár őket igazából védekezésbe kellett ráhangolni a csapatra, ehhez kellett több idő. Úgyhogy ez is hozta azt, hogy mi már nagyon hamar, ráadásul nagyon jó sorsolásunk volt, mert négy riválissal kezdtünk, és ezt mind a négy mérkőzés meg tudtuk nyerni, még úgy is, hogy ott azért voltak sérülések az elején. Tehát pont az egyetlen balkezesünk nem volt az első két mérkőzésen, az Igor, és mégis ezt meg tudtuk oldani. Ez nagyon nagy fegyvertény volt akkor, és úgy gondolom, hogy ez adott egy lendületet a csapatnak. Igen, én emlékszem tisztán, azt hiszem, hogy szeptember végi meccs lehetett, amikor az egyik újonc Ferencvárosa játszottatok itthon. Lehet, hogy már október volt, és a Ferencváros akkori vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy hát Eger, az egri csapat ezzel a győzelemmel együtt már nagyjából annyi pontot szerzett, amiben bent lehet maradni egészen biztosan. Hát akkor nagyon nem is lőtt mellé a kollega, hiszen ugye az az őszi szezonindítás ráadásul nagyon-nagyon jól sült el. Emlékszem, hogy volt egy olyan momentum, amikor harmadik helyen állt a csapat a tabellán. Azért gondolom, hogy az egy olyan pillanata volt a szezonnak, amit nagyon élvezhettetek. Hát természetesen, de ez elsülhetett volna rosszul is, mert pont a riválisoktól az elején a kikapunk után azokat a pontokat nehéz behozni. Akkor nagyon ment a szekér, persze hát ez nem így volt, hogy azzal benn lehet maradni, mert azért lehetett látni a végén, hogy igencsak sok pont kellett ahhoz, hogy benn maradjanak a csapatok. Én úgy gondolom, hogy pont egy Ferencváros újonc csapat volt, ráadásul ő ellenük egy elég jó mérkőzés sikerült már akkor játszanunk. Ez a csapat szeptemberben már tényleg készen volt. Ehhez hozzájárult az, hogy egy nagyon jó védekezés tudtunk összerakni, és úgy gondolom, hogy amit bejavultunk, az az, hogy a Rihárstokülnek a mutatói sokkal jobbak lettek. Lehet, hogy neki is kellett egy év, hogy jobban megismerje a bajnokságot, sőt biztos, összép hangolódjon még jobban a védekezéssel, és az ő bravúrjainak a száma megnőtt, és ez hozta ezt a magabiztosságot. Nyilván ez mindig ilyen kétes dolog, hogy hogyan véd egy kapus. Nyilván nagyon kell hozzá a védő fal, aki előtt áll. Ezek szerint akkor a védelem is idomult úgymond a kapushoz, tehát hogy sokat tudtak segíteni a mezőnyjátékosok védekezésben? Riárstokülnek vagy éppen Repódaninak kiállt épp a kapuban? Természetesen, hát a Riárstokül állt többet a kapuban, bár voltak időszakok, amit a Dani védett, mikor Risó sérült volt például januárban. De természetesen azért mi is megismertük a Risónak a gyengeségeit, az erősségeit, és mindenképpen ehhez kellett a védelemnek is alakulni, a játékosok is utána már jobban látták, hogy mik azok a dolgok, amik engedhetők neki. De ez idő kell mindig természetesen. Érdekes, hogy ezt említett pont, hogy nem érdekes, hát így történt, hogy a védelem rendben volt és tényleg összeállt. És inkább a tavaszi fél évben lehetett azt látni, hogy elől viszont, mintha sokszor akadozott volna a gépezet. Ez minek volt köszönhető? Mert abban biztos vagyok, hogy nem három figurátok volt mondjuk az egész szezonban, biztos, hogy jó fel voltak készítve a srácok. Mi lehetett annak az oka, hogy tényleg voltak olyan meccsek, amikor láthatóan kicsit görcsösen támadott a csapat? Hát nagyon egyszerű okai vannak. Persze ki külső szemlélőnek annyira nem jönnek le. Igazából több összetevője volt ennek. A legfontosabb az, hogy ahogy már elindultunk, eleve kevesen voltunk. Mi ezt tudtuk nyáron, hogy pengélyen táncolunk. Hogyha sérülések bejönnek, akkor problémáink lesznek, mert sok játékosunk belső poszton nem volt.
Ez kezdődött azzal, hogy a Inala Fritulin a Komló ellen például a második támadásnál kapott egy piros lapot, és még plusz 3 mérkőzés eltiltást. Na hát azért róla tudni kell, hogy az első számú irányító, tehát egy komoly meghatározó játékos is. Ez 4 rivális elleni mérkőzésre szólt, sajnos, aminek nagyon komolyan megittuk a levét, mert ebből 3-1 gólos vereség született. Az ő kiesése után kiesett Dobó Zsolt is, aki szintén ott sérült meg a Komló mérkőzésen, tehát elvesztettünk 2 embert, nekünk már 1 is sok volt, nemhogy 2. Ezek után úgy kellett játszanunk a mérkőzéseket, hogy támadásban nem volt csere lehetőségünk, védekezésben szintén nem volt, mert 4 embernek kellett védekezni, akik az igazán jó védők, támadásban meg volt 3 ember, aki támadni szokott. Aztán eljutottunk egy olyan szintre, hogy már a Szabó Peti sem volt, tehát már olyannak kellett támadni, aki eddig még csak védekezett. Úgyhogy így játszottuk le majdnem az egész tavasz, sőt már a fiatalokat is be kellett vetni, hát akik 16-17 évesek perceket tudtak játszani, mert még igazából nem tudnak segíteni. És még így is én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltünk, mert tényleg nüanszokon múltak a mérkőzések, amit sokszor úgy érzem, hogy még a szerencse se állt mellénk. Igen, emlékszem, hogy pont valamelyik meccs utáni sajtótájékoztatón mondtad ezt, hogy egyszerűen az ág is húz minket. A sérülések, akkor a pekhes megmozdulások, rossz lövés, mondjuk egy rámai végjáték. Emlékszem, hogy kiemelted, volt egy szakasz, amikor már a játékvezetést is pedig azért az nem jellemző rád. Tehát volt tényleg egy olyan szakasz a tavasznak, amikor itt semmi nem állt jól. De visszatérve itt az ősz és a tavasz összehasonlítására, amikor a sorsolást megpillantottátok és láttátok mondjuk nyáron, hogy milyen meccsekkel kezdődik a bajnokság, abból nagyon sok hazai találkozóval, potenciális riválisok ellen, és tekintve azt, hogy ugye gyakorlatilag egy kész csapatról beszéltünk. Itt kimondva, kimondatlanul volt bennetek egy ilyen gondolat, hogy igen, akkor most igenis az őszi szezont kell meghúzni, hiszen mondjuk úgy, hogy itt lehet azokat a pontokat begyűjteni, aminek köszönhetően mondjuk a bajnokság végén nem kell izgulni, és aminek köszönhetően nem is kellett izgulni, ami bebizonyosodott, hogy tényleg jobb volt az ősz, mint a tavasz. Szóval a sorsolás alapján, a felkészültségetek alapján volt egy ilyen forgatókönyv, hogy igen, most ősszel oda kell menni, és ezeket a pontokat kötelező érvényen be kell húzni. Pontosan. Amikor megvan a sorsolás, elkezd az ember azonnal kalkulálni, hiába sport, de azért nagyjából lehet számolni a hazai mérkőzésekkel, riválisok ellen körülbelül mennyit tud megnyerni a csapat. Ez egy elképzelés, ez egy teória, amit én felállítom mindig körülbelül, hogy hány pontot szeretnék elérni. Tehát megvan az a minimális, igen, abszolút minimális cél, mondjuk december végére. Azt hozzá kell tenni, hogy az őszi szezon 2 mérkőzéssel többel zártuk, mert tavaszról 2 átjött. Igen. Tehát ott még azt a 2-t meg tudtuk nyerni, ezért tűnik még nagyobbnak a kontraszt a 2 között. De természetesen tudtuk, hogy az az első 4 mérkőzés az nagyon fontos, ráadásul abból 3 hazai pályán van. És a negyedik is olyan mérkőzés volt, ami szintén Gyöngyös otthonában volt, amit úgy gondoltunk rivális ellen, azért van esélyünk, még az elején, mivel a Gyöngyös egy új csapat volt. Igen. Ez be is jött, így is állítottuk össze a felkészülést is, hogy nekünk akkor ott már csúcsformába kell lennünk ezeken a mérkőzéseken, tehát nem teljesen a fizikális dolgokra építettünk, hogy majd a végén arra szükségünk lesz. Ebből jól is jöttünk ki, tehát ezt jól tudtuk összerakni, de azért voltak még itt forduló pontok, mert például emlékszem a Dabas mérkőzés előtt Dabasra mentünk, és a Dabas nagyon jó formában volt, tehát meglepetés csapatnak számított. De akkor a csapaton belül azért már 1-2 hete volt egy elég komoly hullámvölgy külső tényezők miatt, és mégis első fél időben nem ment jól a játék a csapatnak, de az öltözőben mégis csak sikerült úgy egy olyan beszélgetést lefolytatnunk, vagy úgy összefogni a csapatnak, hogy mindenki vett egy fordulatot, és kimentünk, és simán megvertük a Dabast. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos momentum volt, mert ott, hogyha mi nem nyerünk, akkor utána biztos vagyok benne, hogy nem nyertük volna meg a többi mérkőzése így. Azt én ott egy komoly fordulópontnak érzem, és úgy gondolom, hogy ott a csapat nagyon komolyan összeállt. Igen, hát ugye jött egy téli szünet,
a különböző világesemények, sőt, hát ugye a kimondott világesemény miatt egy januári időszak, ami általában mindig a felkészülésről szól, illetve hogy a második év a Liga Kupa szereplésről. Anélkül, hogy most a Liga Kupával foglalkoznánk, arról majd fogunk később is beszélni. Milyen volt ez a januári időszak? Hiszen ugye, ahogy említetted, hogy itt például Rihás Tohülnek volt egy kis kellemetlen sérülése, ami miatt repódani védett a kapuban. Szóval itt a január az mennyire indult jól vagy rosszul számotokra itt a felkészítés terén? Hát nagyon nagy nehézséget okozott, hogy felújítási munkátok voltak a csarnokban, aminek nagyon örülünk, mert tényleg szép lett és jó lett. Viszont két hónapig nem volt csarnokunk. Igaz, a mérkőzésekre bemehettünk, azért ez nagy segítség volt, de azért mindig más helyen edzeni. Teljesen más időpontokban alkalmazkodni kellett mindenki. Ez nagyon késő időpontokat kaptunk, például 8 óra után este edzeni. Egy felkészülés alatt szinte lehetetlen. És a januárt így kellett megoldanunk. Én sem tudom, hogy tudtam előre, hogy ebből óriási probléma lesz, azért bíztam benne, hogy hát meg tudjuk oldani, de sajnos nem sikerült. A reggeli edzés is nagyon korán kellett csinálnunk, az esti nagyon későn volt, és kb. 80%-kal tudtak dolgozni a játékosok, hiába akartak, egyszerűen nem bírtak. Sajnos ez rányomja, az is a bélyegét. Ráadásul azért a válogatott játékosok oda voltak, a Risónak a könyöke olyan szinten fájt már decemberben, hogy ott 3 hét pihenő után még neki kellett 3 hét, amíg nem játszhatott, mert injekciózták, kezeléseket kapott, és azért ez is egy komoly visszaesés jelentett. Igen, és aztán, hát ugye én is úgy emlékszem, hogy jöttek a mérkőzések egyre jobbra, jöttek a vereségek, ez, hogy egyre inkább görgettétek magatok előtt ezt az úgymond tavaszi nyeretlenséget. Ez mennyire hatott egy picit ilyen demoralizáló a csapatra? Rád volt ez ott a fejetekben úgymond az a nyomás, hogy egyszerűen nem akar megtörni a jég, nem akar ez a sorozat megszakadni. Ez egy picit így nyomasztotta a társaságot? Hogy látod? Szerintem eleinte nem, mert a Liga Kupák után két bajnoki mérkőzésünk volt, ami riválisok ellen volt, annyi, hogy idegenben. A Vác meg a Fradi. Hát a Vác, Fradi, de mind a kettő kieső zónában volt, és az életükért küzdöttek. Tehát az nekik az a két pont, amit mi oda ajándékoztunk. Igen. Az nekik nagyon-nagyon kellett. Tehát ha azokat ők nem húzzák be, tényleg a reményeiket elvesztették volna. Bár teljes szavuk mértékben. Nem lehet, mert igazságosan elosztottuk közöttük a pontot, nem ezen múlott, igen, hogy kimaradt. Igen. Ott is úgy gondolom, a Vác meccs végig a kezünkben volt, és az utolsó pillanatban kaptunk ki egy... De hát ez benne van. Ott azt hiszem 4-el vezettünk 5 perccel a vége előtt, valahogy így volt. És 4-el vezettünk, hát idegenben nem volt egyszerű megoldanunk a helyzetet, de mi is hibások voltunk természetesen. Kikaptunk utána egy nagyon motivált Ferencvárosnál, ott szinte nagyon simán kaptunk ki. De ahol már jött ott egy is, újabb sérülés, ugye? Hát ott megint egy újabb sérülés történt, ott már Füzi Danit is elvesztettük, igen. És utána megjöttek a nagy csapatok. Ezek a mérkőzéseken még nem volt amúgy probléma, mert mindenki reálisan látta, hogy igen, kevesen vagyunk, nem úgy megy a játék, nem úgy sikerült a felkészülés, nem voltak a válogatottak, nem baj, majd szépen azért csak belerázódunk, hál' Istennek akkora pont előnyünk volt, hogy nem kell, amúgy tényleg nem volt rajtunk teher, de ugyanúgy komolyan dolgozott a csapat, és tényleg mindent megtett azért, hogy majd a következő esélyes mérkőzés megnyerje. Igen, hát ha már a nagy csapatokat említetted, az mindig egy fajta gála időszakát jelenti a szezonnak, pláne így, hogy egy héten belül jött egymás után a Szeged és a Veszprém. Hát azt gondolom, hogy mind a két meccs emlékezetes volt, de a Veszprém talán most még inkább, hiszen egészen az utolsó percig partiban sikerült velük lenni. 3 gól lett a vége, ugye? Jól emlékszem, hogy 4? Szerintem 5 gól lett a vége. De nagyon szoros de, volt, és... Igen, 50. percig. Ott tényleg, hát tehát az emberek elképesztő módon értékelték ezt a találkozót, hogy egy egri csapat, egy ilyen BL sztár csapatot mennyire meg tudott szorongatni. Ilyenkor mit érez egy edző, amikor a világ egyik legjobbja, még ha idén nem is úgy szerepelt a Veszprém, de tényleg a világ egyik legjobbja idejön Egerbe, abszolút mértékben sikerül őket megszorongatni 60 perc alatt, de nincsen érte pont, és mondjuk van egy olyan meccs, amikor egy potenciális rivális ellen meg mondjuk nem jön össze a lépés, ahol viszont elvárható lenne a 2 pont. Ilyenkor milyen gondolataid lehetnek?
Hát egy ilyen mérkőzés teljesen más. Nincs tét a játékosokon, nincs tét rajtam. Kicsit, hát nem gálam egyszerű, de azért ez nem ilyen egyszerű ez a dolog. Azért ugyanúgy készülünk egy Veszprémre, és hogy tényleg a csapat jól helyt tudjon állni, mert tudjuk, hogy ilyenkor tényleg a csilláron is lógnak. Tehát ez a, főleg a Veszprém az, amelyik mérkőzés mindenkit érdekel. Tehát mindenhonnan jönnek, próbálnak bejutni, mindenkit szeretnénk tényleg, hogy ott legyen, de hát nem tehetjük meg csak egy bizonyos határig. Ezt tudja a csapat, úgy is lép ki a pályára, hogy itt azért még nagyobb erőfeszítés kell ahhoz, hogy mi jól szerepeljünk. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy ilyenkor egy nagy csapat nem jön 100%-kal ide, tehát nem a BL döntőt akarja lejátszani nálunk, hanem egy jó mérkőzést akarnak nyerni nyugodtan, hogy ne kell izgulniuk. Hát ez nem sikerült nekik, mert terveztek ők is cseréket, és azokat nem nagyon merte meglépni az edző, mert tényleg szoros volt, felszabadultan jól játszottunk. Igazából itt a lényeg, hogy tényleg tudjuk kiszolgálni a közönséget. Mert most nem hiszem, hogy a közönséget az kielégíti, hogy látja a Veszprémet, hanem az, hogy igenis egy jó mérkőzés játszunk, tudunk neki gólt lőni, ki tudjuk védekezni az akcióikat, és úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ott kiszolgálnunk őket, még ezzel a csonka csapattal is, tehát tényleg aki pályára lépett, az hozzá tudott szépen tenni, és tényleg egy örömteli mérkőzés játszani. Most megkérdeztem azt, hogy milyen volt edzőként a Veszprém ellen, apaként milyen volt ez a Veszprém meccs? Hát ez egy érdekes szituáció volt, igen, hogy igazából a fiamnak az volt az első NB1-es pályára lépése. Jól sült el. Igen, és az első vagy másik labdaérintése gólt lőtt. Természetesen büszkeség eltöltött, de hát azért reálisan kezelem a dolgokat. Örültem neki, hogy ügyes volt, meg egy ilyen szituációt bemert vállalni a Veszprém ellen. Ez biztos, hogy egy óriási élmény lesz neki, amit soha nem fog elfelejteni. Azért így bemutatkozni az NB1-be. De természetesen hozzá vagyok szokva, hogy vele dolgozok, úgyhogy, de ez tényleg egy plusz adalék volt. Ugye nem csak a fiaddal dolgozhatsz együtt, fiatalokat illetően, ami ezt illeti, ami úgymond saját utánpótlást illeti kérdés. A fiatalok mennyire kopogtatnak ott a kapun, hiszen azért tudjuk jól, hogy nagyon sok gyerek nevelődik itt az EGRI klubban, és hát a klubvezetésnek is kimondott célja, nem csak Egerben, szinte mindenhol, hát azon a legszerencsésebb, hogy a saját nevelésű gyerekekkel sikerülne előbb-utóbb feltölteni a keretet. A legügyesebb, legidősebb korosztályú utánpótlás játékosok valóban kopogtatnak? Vagy tényleg azért voltak ott mondjuk a mérkőzéseken, mert ahogy te is említetted, hogy kevesen voltatok? Hát ez megint csak kétélű dolog, mert idén új szabály van, hogy a 16-os keretben lenni kell két 21 év alatti játékosnak. Mondjuk nekünk ez megvolt. Tehát nem azért voltak ott a fiatalok a mérkőzésen, hanem tény és valahogy a sérülése, mert megvan a 16-os keretünk, sőt 17-es, a Nagy Dominika, aki szintén utánpótláskorú, azért kerültek be oda, mert éppen akkor sérülések voltak és így lehetőség adódott nekik, de úgy gondolom, hogy a Nagy Dominik mellett a fiam is és Szepesi Noel is már abszolút érett arra, hogy velünk dolgozzon, már most már majdnem minden edzésen velünk voltak, utána úgy volt, ők még mentek az IFI mérkőzésre vagy az edzésekre. De ők jól teljesítenek a bajnokságukban, és én úgy gondolom, hogy ez két tehetséges fiatal, akik most oda kerültek az IFI válogatott környékére, és bízunk benne, hogyha ugyanilyen szépen tudnak fejlődni, akkor a nagy csapathoz is tudnak komolyan csatlakozni. Fontos ez a példa a többi gyerek számára, hogy lássák, hogy valóban van esély egy NB1-es csapatnak a kispadjára oda kerülni első lépésként, és aztán akár egy Veszprém ellen is pályára lehet lépni? Hát természetesen. Rengeteg gyerekkel dolgozunk, és ez nagyon jó, hogy ilyet láthatnak, hogy azért Noel is 18 éves, Rajmi 17 éves, tehát még nem is azt mondom, hogy idős ifisták, és mégis oda kerülhettek, akár a Veszprém ellen mind a ketten pályára léphettek, vagy már több bajnokin is esetleg. Hát hogyha ez nem jó példa nekik, akkor semmi, és bízom benne, hogy ezzel tényleg tudtunk nekik mutatni egy olyan képet, amiért tényleg szívesebben csinálják és dolgoznak. No hát, akkor a bajnokságról tényleg ennyit, már csak azért is, mert fogy az adásidőnk, és itt az NB1 végeredményét meg tudjuk mutatni kedves nézőinknek, hogy pontosan le tudjuk zárni az idei szezont. Ugye itt egy tabellát lehet látni, ahol a Veszprém az első, második, a Szeged, azóta tudjuk, hogy az odavisszavágós döntőben a szegediek nyertek bajnoki címet, de egyébként az utánuk kialakult sorrend az teljesen helytálló, 9. tehát az Eger SBS Eszterházi, 9 győzelem, 1 döntetlen, 16 vereség, és láthatjuk, hogy 19
pontot gyűjtött az együttes, ez tehát az idei szezon bajnoki eredménye, és akkor gyorsan még két gondolat erejéig a Liga Kupa és Magyar Kupa sorozatra térjünk ki. Kezdjük így erős sorrendben a Magyar Kupával, azért az mégiscsak egy kvalifikáltabb sorozat. Hogy ahogy említettem, ott a negyedik fordulóig sikerült menetelni, aztán jött egy Tatabánya, ami kimondva, kimondatlanul is nagyon kemény ellenfélnek tűnt, és hát el is véreztünk, viszont itthon egy elég éles meccset sikerült velük játszani, de úgy érezni lehetett folyamatosan, hogy a Tatabánya kezében van a meccs. Igen, sajnálom azt a mérkőzést, megmondom őszintén, mert szoros mérkőzés volt, tényleg ők domináltak, de ott nem sikerült jól játszanunk, és ott, ha egy kicsit jobb formába tudunk pályára lépni, vagy jobban összejön a játékosoknak, akkor ebből még lehetett volna az is, hogy tovább jutunk, de sajnos az idén olyan rossz a lebonyolítás, hogy csak kettő csapat kerülhet oda a másik kettő mellé, tehát utána még kellett volna mennünk még egy fordulót sajnos, és a Magyar Kupának akkor van csak értelme, hogyha bejutsz a Final Four-ba. Minden esetre a Magyar Kupába tényleg az idén tovább lépkedtünk, viszont az a Liga Kupában nem sikerült, de a Liga Kupának megint csak az volt a hátrány, hogy az idén csak sajnos kettő külföldi játszhatott. Tehát nekünk még a sok sérülés mellett az, hogy csak kettő külföldi játszhatott, ez nagyon nagy érvágás volt, úgyhogy ezt arra használtuk, hogy pont a fiatalok így sokkal több időt léphettek pályára. Igen, hát hogyha ezt nézzük a Liga Kupának az úgymond értelmét, hogy miért is találta ki ezt a Magyar Kézilabda Szövetség, az, hogy mondjuk minél több fiatal játszon, vagy esetleg az úgymond alacsonyabban kvalifikált csapatoknak legyen egy ilyen második számú kupa dolog, akkor azért mind a kettőből kivettük a részünket, hiszen a tavalyi első kiírás megnyerése után most idén tényleg a fiataloknak a szerepeltetésére lehetett használni, és ez azért gondolom, hogy hasznos volt. Tehát azért attól függetlenül, hogy idén nem sikerült címet védeni, és a négy között elvérzett a csapat, ettől függetlenül biztos, hogy azért nagyon hasznos lehetett ez a jó néhány mérkőzés. Hát ennek is két szemszöge van, hasznos volt ebből a szempontból. A másik szempontból viszont nem, mert tavaly nagyon jól szolgálta a januári felkészülésünket, mert a komplett csapat játszott. Az idén, mivel nem játszott a komplett csapat, a külföldieket forgatnom kellett, például volt olyan külföldi, hogy egy meccset játszott a négyből. Ezáltal a csapat nem tudott együtt mérkőzéseken részt venni, tehát ez így hátrány volt, úgyhogy ezt jövőre nagyon komolyan át kell gondolni, hogy hogy csináljuk. Van egyébként információ ezzel kapcsolatos, hogy jövőre hogy néz ki a Liga Kupa sorozat? Szerintem ez egy sikeres kupa sorozat, úgyhogy biztos, hogy indítani fognak jövőre. Már csak úgy gondolok, hogy a lebonyolítás, a szabályokat itt mondjuk a légiósok szerepeltetését illetően. Ja, abban biztos vagyok, hogy következetesek lesznek, tehát ez maradni fog, amit nem is bánt, tehát ez jó dolog. Ezzel nincs nekem semmi bajom, csak megnehezítette a csapatok dolgát. Biztos vagyok benne, hogy újra kiírják, az, hogy bonyolítják le, az csapat függő, hogy mennyien jelentkeznek. No hát akkor ez a jövő zenéje, viszont azt már tudjuk, hogy az utolsó mérkőzésen, ugye, amikor a Csurgó látogatott a Kemény Ferenc sportcsarnokban, egy teltházas, nagyon jó hangulatú, nagyon jó és izgalmas mérkőzésen, ez egy olyan momentumot is átélhettünk a találkozót befejezően, ami azt gondolom, hogy minden egri kézilabda barátnak kicsit elszorította a szívét. Ugye több olyan játékostól búcsúzott a klub, akik vagy befejezik aktív pályafutásukat, vagy távoznak, és másik csapat játékosai lesznek. Ugye itt külföldi légiósokra kell gondolni, és hát én azt gondolom tényleg, aki ott volt a csarnokban, még a Csurgó játékosok is nagyon sportszerűen végignézték a kis filmet, megtapsoltak mindenkit. Az egy ilyen felemelő pillanat volt. Mennyire nehéz edzői szemmel ilyen játékosoktól búcsúzni, akik tényleg fazont szabtak az együttesednek, akik közönségkedvencek voltak, és hát akik nem kis mértékben tehetnek arra, hogy Egerben a férfi kézilabdában ilyen szintre fejlődött. Hát nem vagyok egy nagyon lelkizős, mert rengeteg játékossal játszottam, meg edzővel dolgoztam, tehát hozzá van szokva az ember a változásokhoz, de most tényleg komolyan megérintett engem is, és elég sok játékost a csapatban. Főleg azért, mert két nagyon nagy egyéniség volt itt. Tehát a Rihás Tokül és a Radoslav Antu személyében két, én világsztárnak mondom őket, mert nagyon komoly múlttal rendelkeznek, és tényleg kiemelkedő egyéniségei voltak a kézilabdázásnak, és kicsit azért fájó, mert tényleg nagy valószínűség, sőt, biztos, hogy abba hagyják mind a ketten. Viszont nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Nap mint nap látni őket, egy élmény volt. Nagyon szerették őket tényleg a csapattársak is, tényleg ezért volt szívszorongató. Andrej Petro meg annyira szórakoztató, tényleg a csapat bohóca volt, a néző kedvence, mert tényleg egy igazi csapatember volt. Őt azért sajnáltam jobban, mert vele játszottam is együtt két évet, most együtt dolgoztam vele két és fél évet, természetesen az ember szívéhez hozzánő.
Igor kevésbé nőtt annyira úgy a szívünk köz, mert őt előtte nem ismertük meg, vele nem tudtunk úgy kommunikálni magyarul, hanem csak idegen nyelven. Na, az a délszláv mentalitás az ott volt. Igen, viszont ebből adott egy akkora pluszt a csapatnak, hogy még egy ilyen játékos nem volt, mint ő, tényleg egy igazi harcos volt, meg mindig nyerni akart, mindig menni akart előre, őt is nagyon sajnáltuk. Úgy gondolom, őt még viszont lehet, hogy látjuk Magyarországon. No hát, még a jövő zenéje, mint ahogy az is, hogy jövőre milyen csapat fut majd ki a Kemény Ferenc sportcsarnok parkettjére. Azt beszéltük, hogy még nagyon képlékeny, hogy milyen kerettel fogtok dolgozni, éppen ezért erről nem fogunk beszélni, de amint lesznek információ, természetesen majd arról is be fogunk számolni. És hát még mielőtt egy utolsó témához érnék, pár percünk maradt, a műsorunk legvégehez érve természetesen meg kell nézni, hogy milyen egyetemi sporthíreink vannak még. Férfi kosárlabdáról beszéltem, ugyebár a 9-től 12. helyért zajló rájátszásban itt az NB1 zöld csoportjában. Az első párharcát már megnyerte Váci Péter együttese, lehet látni az eredményeket a Falkó KC Szombathely 23-as csapata ellen. Itthon először 80-70-re nyertünk, aztán Szombathelyen kikaptunk, és a mindent eldöntő harmadik meccsen egy 3 pontos hazai győzelem, így 2-1-re sikerült megnyerni a két nyert meccses párharcot. És hát azóta már az is eldőlt, hogy a 9. helyért játszott így az együttes. Az első meccset a Deac U23-as csapatának otthonában játszották a fiúk, 73-41-re kaptak ki. Ma este 18:30-tól van a második mérkőzés a Leányka úton, tehát elméletileg, aki most kikapcsolja a tévét, még lehet, hogy felér a csarnokba a fiúk utolsó idei hazai mérkőzésén szurkolni. Itt a menetrend egyébként a héten már csak egy kosárlabda mérkőzés lesz, és hát hogyha sikerül nyerünk, akkor egy mindent eldöntő találkozó lesz még Debrecenben a hét második felében. Ezt még egyőre nem tudjuk, de az biztos, hogy ez az utolsó hét, ami sporteseményeket tartogat még itt nálunk. És akkor visszatérve Edmond hozzád, azt gondolom, hogy itt a legvégén zárásként mindenkivel kell beszélnünk a szurkolókról is, a klubról, arról a háttérről, amit az egész évben úgymond rendelkezésetekre állt, akár a munkatársaitokat illetően, vagy tényleg a szurkolókkal kapcsolatosan, hiszen ahova mentetek, ott mindig voltak egri szurkolók. A körcsarnok az egy igazi oroszlán barlang lett, nem idén, nem tavaly, ezt már szerencsére évek óta megtapasztalhattuk, és hát az a hangulat, én azt gondolom, az utolsó meccsen csúcsosodott ki a Csurgó ellen, amikor egy, szerintem nyugodtan mondhatok, egy pocsék első fél idő után nagy részt a szurkolók lelkesedésének is köszönhetően jött tűzbe a csapat, és hát majdnem sikerült győzelemmel zárni az évet. Ez pontosan így van. Azon a mérkőzésen nagyon szeretett volna bizonyítani mindenki, főleg az elmenő játékosok, ez okozta ezt a görcsösséget. És tényleg fél időben nem kellett más mondani, csak annyit, hogy gyerekek, nézzétek meg, megint itt van ez a sok ember, és még ennek ellenére bíztat minket, és kijöttek, és tényleg egy olyan másik fél időt produkáltak, ami tényleg szinte hihetetlen. De ez ennek köszönhető, hogy ilyen nézőink vannak, akik még 7 gólnál, és nem az, hogy elmentek, vagy elkezdték kritizálni a játékosokat, hanem igenis buzdítják őket. És már észrevették az ellenfél csapata is, hogy milyen nagyszerű a közönség. Nem az csak az, hogy sokan vannak, hanem milyen nagyszerű, intelligensen szurkoló közönségünk van, akik tényleg nem a másik csapatot szapulják, hanem minket buzdítanak, és még akkor is, mikor gond van. Ennek nagyon örülünk, tényleg ezért dolgozik az egész stáb, az egész csapat, hogy ezt a közönséget mi meg tudjuk tartani, ki tudjuk szolgálni, mert nagyon szeretnek minket, és ezt szeretnénk visszaadni nekik. És természetesen megköszönni az egész éves szurkolásukat és támogatásukat, amit kaptunk tőlük. Na, zárásként zárjuk a mondandókat, amivel kezdtük, ugye, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 9-ként sikerült zárni az NB1-ben, ami egy stabil pozíciót jelent. Én azt gondolom, hogy nagyon sok élménnyel teli szezont tudhatunk a hátunk mögött, és hát várjuk a sikeres folytatást majd a következő évtől, a nyári felkészüléstől, és hát szeptembertől, vagy augusztus végétől, attól függ, hogy a sorsolás az miként alakul. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó pihenést a nyárra, azt gondolom, hogy rátok fél, hiszen ugye itt a felvételről beszéltük, hogy most már második hete nem edz a társaság, a fiatalok mocorogtak. Mikor kezditek a nyári felkészülést, ezt lehet-e már tudni? Igen, július 16-án kezdjük, mert szeptember első hétvégén már kezdődik a bajnokság, úgyhogy idén korábban kell kezdenünk, de van bőven pihenő idő a játékosoknak, úgyhogy hát akkor bízom benne, hogy kipihenik magukat. Igen, hát akkor ahogy vége a foci VB-nek, egyből kezdik a felkészülést a férfi kézilabdások, akkor jó munkát kívánunk, de mindenek előtt tényleg jó pihenést. Köszönöm és hát szépen. Innen folytatjuk. Kedves nézőinek köszönjük a figyelmet, folytatjuk természetesen a következő hetekben az évértékelő beszélgetéseinket, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak, minden jót, a viszontlátásra.